Megoldódott a keleti vakcinával oltottak utazása az Európai Unióban, jelentette be Újhelyi István. A politikusnak az Európai Bizottság igazságügyi biztosa is megerősítette, hogy azok a magyarok, akik a keleti vakcina után nyugatit is felvettek, jogosultak az uniós Covid igazolványra. Skype-on kapcsoljuk Újhelyi Istvánt. Az MSZP-EP képviselője van tehát velünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket Brüsszelből. Mennyire egyértelmű a szabályozás mostantól kezdve? Kérdezem ezt azért, mert minthogyha ez kicsit eltérne a friss magyar szabályozástól, ami hát egy érdekes fordulat. De tudja mit, kezdjük azzal, hogy mi az, ami változott most hirtelen, aztán majd belemegyünk a részletekbe. Nem hirtelen változott, mert hosszú küzdelem, önnél is voltam benne többször a stúdióban az ügybe, hiszen ugye a keleti vakcinákkal oltott magyarok, mintegy 2 millióan, egyszerűen nem fértek bele az európai, 450 milliós európai lakosság közös európai digitális igazolvány rendszerébe. Én erre tavaly tavasz óta hívom fel a figyelmét a kormányzatnak, és aztán utána nem léptek, ezek után fordultam az Európai Bizottsághoz, és több formában próbáltunk vagy jogszabályt módosítani, de miután ez nem volt lehetséges, ezért próbáltuk beilleszteni a végrehajtási rendelet, a végrehajtási határozatba azt, hogy ebben a közös európai digitális igazolványrendszerben azok, akiknek az utolsó oltása, tehát vagy második, vagy harmadik oltása európai engedélyezésű, azoknak zölden világítson a lámpa, amikor utazni akarnak. A szabályozás egyértelmű, az európai biztos kiadott ezzel kapcsolatban egy néhány mondatos értelmezést, és most pontosan azon dolgozunk, a mai nap folyamán gőzerővel a kollégáimmal másit csináltunk, mint hogy magyar állampolgári megkeresések miatt fordultunk az ír, a német, az olasz, a görög és különböző hatóságokhoz, hogy tessen az európai szabályozást és az európai szabályt használni. Tehát azért még itt kell küzdjek, de egy tény, hogy az európai szabályozás most már egyértelmű. Ez mikortól érvényes szabályozás? Mert hogyha már fordult különböző kormányok szervezeteihez jogorvoslatért, akkor ez olyan, mintha már érvényes lenne. Ez már érvényes. Egyébként február 1-től van hatályban az új végrehajtási határozat, és az az új tanácsi ajánlás, amely ilyen hónapok óta dolgozik a tanács, és persze a bizottság, meg az Európai Parlament is. Azok már tapasztalhatták egyébként, akik utazni akartak, hogy már december végén is átállította az európai digitális igazolványt működtető rendszert az Európai Bizottság, tehát már akkor zölden világított, de még a jogszabály nem volt egyértelmű. Ugye ez azt jelenti, és ez nagyon fontos az átérő nézői tudják, hogy beutazni Európán belül bármelyik országba, tehát jogosultak vagyunk mindannyian diszkrimináció nélkül azoknak, akiknek van európai engedélyezésű vakcinája. Olyan ismerősöm is van, aki felvette egy keleti oltást, és utána már nem vette fel a másodikat, mert legyintette erre, és azt mondta, hogy mindenki úgyse fogadja el az EU. De hogyha az egy oltására, keletire, most például most fölvesz egy nyugatit, akkor számára megnyílik az utazás szabadsága, PCR-teszt kötelezettség nélkül és karantén kötelezettség nélkül. Hát és nem utolsó sorban az egészségére is vigyázott vele, hogyha felvesz egy második oltást. Na, amire én utaltam az elején, akkor most egy picit itt álljunk is meg. Ugye most... Én itt akartam tudni, hogy van egy férjére. Na mondja akkor. Ez csak a utazás szabadság. Ez az utazási szabadság. Ez, amit az Európai Unió intézményei jogilag szabályozni tudnak, de hogy egy-egy tagállami kormányok a saját országukban a szolgáltatások igénybevételéhez, étteremtől a sportrendezvényekig, milyen belső szabályt alkalmaznak, ez kizárólag tagállami hatáskör, ezért hívtam fel a figyelmet arra, hogy mindenki ellenőrizze utazás előtt, hogy abban az országban hiába érkezik oda, hogyha egyébként nem tud tömegközlekedni, vagy nem tud egy étterembe bemenni. De hála az égnek, és most éppen a francia turizmusminiszterrel tudtam találkozni, mindenkivel azt egyeztetjük, hogy az Európai Unióban egységesen mindenki ezt a közös igazolványrendszert használja. Ehhez képest a magyar kormány, amit művelt ezzel a tavalyi oltási igazolással, hogy nem is oltási védettségi volt az. Védettségi. Igen. Katasztrófa, semmi köze. De várjon, képviselő úr, akkor most tényleg tisztázunk pár dolgot. Ugye Magyarországon most az a szabály, hogy a harmadik oltás lesz a kötelező még ebben a hónapban, akinek nincsen meg, az nem fogja megkapni a maga oltási kártyáját.
illetve érvénytelen lesz az ő kártyája. Ezzel szemben az Európai Unióban az utazás tekintetében a két oltás elegendő lesz. Tehát utazni lehet, és kinek-kinek a saját úti célja alapján lehet eldöntenie, hogy ott ez a két oltás mire lesz elég és mire nem. Tehát például, hogyha egy Európai Uniós polgár két oltással megérkezik Magyarországra, lehetséges, hogy korlátozásokkal fog találkozni. Ugyanígy történet ez egy magyar polgárral, igaz? A két oltás az 270 napig, tehát 9 hónapig érvényes a második oltás után, és aki a harmadik oltást felveszi, az az Európai Unióban jelenleg korlátozásmentesen, tehát nincs határideje, időtartama a közlekedésnek. Így van, ahogy mondja, hogy megérkezik hozzánk egy külföldi, és azzal szembesül, hogy nálunk viszont más a belső szabályozás. Belépni be tud Ferihegyen. Hiszen az egy uniós szabály mostantól kezdve, tehát be kell engedni. Így van, csak legfeljebb a szolgáltatásokhoz nem tud úgy hozzáférni, hogyha ezt egyébként a magyar kormány ellenőrizni, de az a tapasztalatunk az elmúlt egy-két évben, járom a Európa országait rendeken, egy pillanatban nem lehet bemenni, anélkül, hogy a kódomat le ne olvassák. Magyarországon ez nem jellemző. Ami felháborító, szerkesztő úr, ebben az egész kérdésben, amit ön most felemlegetett, hogy itt van például a feleségem, aki néhány hete velem együtt átesett a víruson, a járványon, karanténban voltunk, neki csak két oltása volt, most akarta fölvenni a harmadikat. Az orvosi egyértelmű álláspont, hogy most rá ne oltson egy harmadikat a elképesztő nagyságrendben termelődött antitest szintjére. De ha nem olt rá egy harmadikat, akkor a magyar kormány kizárja őt a magyarországi szolgáltatásokból. Ez egyszerűen őrültség. Ez egészen biztos, mert hogy erről van egy jogértelmezési vita, azt én tapasztalom, orvosok, jogászok, hát nem tudom, hogy kormánytagok megszólaltak-e ez ügyben, de van ebben egy vita, hogy az változatlanul úgy van, hogyha valaki most esett át a betegségen, és emiatt nem oltható, akkor kap egy laufot, nem tudom, talán fél évet, de lehet, hogy csak 4 hónapot, ameddig ezt nem kérik rajta számon. Hogy ezt egy oltási igazolványal hogy lehet ellenőrizni, vagy nem ellenőrizni, ezt őszintén szóval én nem tudom, de minthogyha lenne egy ilyen értelmezési vita. Ön biztosan tudja, hogy ez nincsen? Na, itt a probléma, hogy vita van. Tehát jogászok, orvosok és a kormány által bejelentett mondatok, azok egymásnak ellent mondanak. Innentől kezdve egy magyar polgár nem tudja, és főleg egy külföldi nem fogja tudni, hogy mihez kezdjen Magyarországon. Az Európai Unióban egyébként egy 180 napos szabály van, tehát aki átesett igazoltan a betegségen, számukra 180 napig működik és zölden világít a digitális igazolvány. A magyar kormánynak semmi más nem kellett volna tennie, mint hogy idomul az európai 27-ek közös rendszeréhez, és azt használjuk itthon is, és azzal fogadjuk a külföldieket is. De a kormány még arra is képtelen volt, még egyszer mondom, egy év alatt, hogy egy ilyen pici kis ujját megmozdítsa a 2 millió magyar ember érdekében. Én volt kormánytag, akit megkerestem, hogy álljunk ki együtt a közvélemény elé, hogy ezt megoldjuk, én a parlamentben, az európaiban, ők pedig ezt tegyék meg a tanácsban, és egyszerűen nem voltak hajlandóak válaszolni sem a javaslatomra. Ezt most személyes sikerének tekinti, hogy ez megoldódni látszik? Ugye ez nem csak magyar polgároknak fontos, ez az unió összes polgárának érdekes és fontos döntés. Ez a magyar polgároknak fontos döntés, mert hogy csak Magyarországon oltottak az Európa-ajjal keleti vakcinát. De a szabályok egyértelműsége azért az szerintem mindenkinek fontos. Na, ezért kérdezem még egyszer utoljára. Ez egyértelmű. Ugye február 1-től érvényes ez a szabály, amit most ismertetett velünk, de a 270 nap, ami a két oltással rendelkezőkre érvényes, az a második oltás beadásának napjától számítandó, és nem február 1-től. Ez is egy fontos tétel lehet az ügyben. Így van, és az nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy abba egyeztem meg tegnap az Európai Unió felelős biztosával, Reynders biztos úrral, hogy mind kaptunk a stábjában egy kontaktot, minden egyes olyan felvetést, amit én magyar polgároktól kapok, hogy valahol nem stimmel a rendszer, azt én oda továbbítom, olyan napon is már ez így volt, mert van például Írország, ahol még nem vezették át ezt a mostani egységes jogszabály értelmezést, tehát itt az egy-két nap még kell szerintem, mire közösen a biztossal megküzdünk.
a magyar érdekekért. Mondom, csak a magyar állampolgárokat érinti, de mindenki számára megnyugtató, hogy ezt a kérdést rendeztük és rendezni tudjuk. Újhely István, köszönöm szépen, és köszönöm a jó hírt. Köszönöm a figyelmet. Is.